Székesfehérváron tavaly 415 pár mondta ki a boldogító igent. Ez a szám a pandémiás időszakhoz képest markáns emelkedést jelent, de a járvány előtti évekhez képest valamelyest kevesebb. Az önkormányzat adatai szerint idén tovább emelkedik a házasságkötések száma, hiszen erre az évre már 180 időpontot foglaltak le. A fiatal pároknál népszerű a külső helyszínes házasságkötés, de szívesen esküsznek meg a hímerházban is. Egyre többen igénylik a külső helyszínen történő házasságkötés tartását. Ez jelenti azt, hogy ugye étteremben, a családbaráti társaságok körében, tóparton, szép természetbeli környezetben, gondolok arra szép családi ház kert helyiségében, illetve a Himmerházban. Szinte minden szombaton van házasságkötés. A szombati nap mellett egyre több pár választja a pénteki napot is, erre is van lehetőség a városban. A székesfehérvári anyakönyvvezetők vezettek már szertartást hőlégballonon is. Székesfehérvár közigazgatási területén zajlott, itt Börgönd felé vezető úton, egy nagyon kedves pár, akinek hobbija az ejtőernyőzés volt, és ragaszkodtak ahhoz, hogy ők a levegőben is kimondhassák ezt a boldogító igent, és úgy tudjuk, hogy többször is előfordult azóta is, hogy ugye együtt repkednek és emlékeznek erre a különleges élményre. A székesfehérvári esküvő kiállítás február 18-án lesz a Novotel Hotelben. Ezen a napon egy helyen mutatkoznak be a térség esküvői szolgáltatói. A nagy napot tervező párok megismerhetik a legújabb mennyasszonyi ruha, cipő és kiegészítő trendeket, a vőlegények pedig az öltönydivatot. A standok témája az öltözködésen túl nagyon széles, karikagyűrű, esküvői helyszín, fotós, videós, sminkes dekoratőr, szelfigép és füstgép, esküvői DJ meghívó és köszönet ajándék is szerepel köztük.